Van-e analógia az 1970-es évek elején a filozófusok elleni támadások és a jelenlegi helyzetük között? Igen, van analógia. A 73-as támadás, amik a akkori MSZMP központi hivatalainak, központi ellenőrző bizottságának, központi bizottságának az iniciatívára készült, ez egy határozat volt a budapesti iskola, tehát néhány filozófus ellen, akiket antimarxizmussal vádolták, és az volt a szövegben, hogy miután antimarxisták vagyunk, nincs helyünk a magyar tudományos életben, én azt a szöveget kaptam, hogy alkalmatlan vagyok tudományos kutatásra. Miközben a miniszterelnök, Fokjanő volt akkor a miniszterelnök, azt mondott a parlamentben személyesen, hogy kiveszi kezemből a tollat. A férjemet, Fehér Ferencet akkor őrizetbe vették azzal, hogy devizabüntettet követett el. A házkutatást úgy szervezték, hogy devizabüntet gyanúja miatt házkutat szerveznek reggel 5 órakor a lakásunkban. 3 napú fogság után kiderült, hogy a devizabüntet államellenes izgatás volt, az a rendőrségi figyelmeztetés én is kaptam, ő is kapott. Most nagyon hasonló helyzet. Megpróbálják a filozófusok egy csoportját, de csak azt a csoportot, akinek liberális baloldali nézetei vannak, és kritikusak a mai Fidesz kormánnyal szemben, különösen azokat, akik Orbán Viktorral szemben is kritikusak, megpróbálják, hát mondjuk gazdasági bűncselekménnyel vádolni, anélkül, hogy annak bármiféle alap lenne. Ez a gazdasági bűncselekménnyel a vád lényegében csak azt akarja, hogy a vádak voltak ebben politikailag. Ez a politikai vádaknak az arca vagy álarca, ami arra szolgál, hogy a közönség előtt bemocskolják, besározzák el néhány ember nevét, mert az emberek hisznek a sajtónak többnyire, és az jó, nem loptak egy 500 000 000-t, de biztos loptak egy néhány milliót. Szóval előre szeretném kijelenteni, hogy a hellerék és a 500 000 000 összekapcsolásának az az igazság, hogy én egy fityinget sem vettem, tettem zsebre ebből a 500 000 000-ből, és akik zsebre tették, jogosan tették a zsebre, az nem zsebretevés volt, hanem hosszú, 3 esztendős munkával érték el igen sokan, főleg fiatal kutatók, akinek más alkalmuk nem volt arra, hogy tudományos kutatást végezzenek filozófiából. Tehát a hasonlóság megvan, megpróbálják besározni az embert, azért, mert politikailag ki akarják az embert végezni. Erről van szó. Gyűlölethadjárat folyik, csak azért, mert más álláspontunk van. És ennyiben nem a mostani szocialista kormányhoz, hanem a Kádár kormányhoz hasonlíthatók. Mennyire veszélyesek a gondolkodók egy-egy történelmi korszakban? Tényleg veszélyesek? Hát csak ücsörögnek otthon, meg írogatnak. Kik olvassák egyáltalán a filozófusokat? Miért ilyen veszélyesek a filozófusok? Nézd, ha nincsenek diktatúrák, vagy nincsenek diktatikus hajlamú emberek, vagy nem autoritatív a kormányzat, akkor voltak éppen nem ártanak a filozófusok, és a kritikusok sem. Az hozzátartozik egy demokrácia működésére, hogy kritizáljuk a kormányt, ironizáljuk a kormányt, ahhoz egy olyan hatalomnak kell lenni, mint az iszlámista hatalom, nem bírja a Mohamedről készült karikatúrákat. Úgyhogy ez már egy olyan rendszert jelez, aminek a demokráciához semmi köze nincsen. Most itt kezdődik a nagy baj. Itt kezdődik a nagy baj, hogy melyik korszak nem bírja a filozófus. Mert nem bírja a kritikát, nem bírja, hogy ne szeressék. Kádár János se szerette, nem szerették. Orbán Viktor se szerette, nem szerették. Vigyázzon, nem azt mondom, hogy ma Magyarországon diktatúra van. Ezt nem mondom. Hanem azt mondom, hogy diktatórikus, hajlamú emberek nem tűrik az ellenvéleményt, nem tűrik a kritikát, főleg, miután a saját intézkedéseket szentnek tartnak. És sajnos a filozófusnak van hatásuk külföldön is. Magyarországon vannak olyan filozófusok, és írók, és zeneszerzők, és karmesterek, és zongoristák, akiket jól ismernek nyugaton, akik, ha felszólalnak, annak visszhangja van, akikben bizalmuk van az embereknek, és megérdemelt bizalmuk van az embereknek, ezt nem bírják, nem viselik el azok a hatalmak, amelyek nem viselik a kritikát. Tehát akkor ezek hazaárulók.
Hát körülbelül, hát az államellenes izgatás címszó, hát mind hazárlók vagyunk. Előből hazárlók vagyunk. Azzal azt mondjuk, a jelenlegi kormánynak egyes intézkedései nincsenek az ínyünkre, már hazárlók is vagyunk. Mi lehet a valódi indok mögött, a támadás mögött? Minden kornak úgy látszik, megvan a maga koncepciós pere. Igen, koncepciós per van, és voltak benne nagyon hasonló. Mert 73-ban is olyan korszak volt, mikor mi külföldi lapokba írtunk, és interjút adtunk. A férjem adott interjút például Angliában, BBC-nek, mi adtunk interjút, beszéltünk külföldi újságírókkal. Mi voltunk az egyetlenek, a külföldi újságírókkal beszéltünk. Tehát rossz hírét keltettük hazánknak. Ezt úgy fogalmazták meg, hogy államellenes izgatás. Hát most is államellenes izgatással vádolnak bennünket. Mert beszélünk a sajtótörvény ellen, beszélünk a magánvagyonnak az államosítás ellen, és hát mondjuk Radnóti és én egy mondatot mondtunk Orbán Viktorral is, én például azt, hogy Orbán Viktornak diktatórikus hajlamai vannak. Most ezt ő nem fogja megbocsátani. Ugye én nekem az az véleményem, hogy Orbán Viktor ezt örökké emlékezetbe tartja, és hogy nekem az a véleményem, ismétem a véleményem, ugye nem állítom tényként, hogy ő van az egész mögött. Inkább elemezni szerettem volna, viszont szeretnék most is, nem védekezni. Nekem nincs miért védekeznem, mert nem követtem el semmit. Amit én csináltam, vezettem ugye ezt a projektet, a projekt egy pályázat eredményeként jött létre, a pályázat kiírásának megfelelő pályázatot adtunk be, megkaptuk a pénzt, és annak megfelelően tevékenykedtünk. Nem csináltunk semmi olyat, ami nem tartozott volna a vállalt feladatok közé, és azt hiszem a vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítettük, és erről nincs mit beszélni, ami itt bűncselekmény számba jön, azok nevetséges vádak. Na most itt egy kicsit először hadd mondjam azt, hogy én azt hiszem nem hivatkoztam már hosszú-hosszú évtizedek óta Marx Károlyra, de most egyszer hadd hivatkozzam rá, hogy aki azt mondotta, nem tudom szó szerint idézni, hogy a történések a történelemben mindig kétszer játszódnak le, egyszer, mint tragédia, és egyszer, mint komédia. Ez az, ami most folyik, ez komédia, és komédiával legfőképp azért válik, mert nincsen ideológiai bázisuk, ugye? A náciknak volt ideológiai bázisuk, azok még hittek is abban, hogy a germán faj magasabb rendű, és hogy a germán faj uralmát kell megteremteni a világon. Ezt az utolsó pillanatig hitték. A kommunisták is eredetileg hittek az eszméikben, de hát nagyon rövid ideig tartott ez a hit, később már az is csak a hatalmi törekvéseknek az ideológiájává vált. De volt ideológia. Amikor minket, és a legviccesebb ebben a történetben az, hogy most ugyanazokat a személyeket, részben ugyanazokat a személyeket, ugye direktbe a tegnap följelentettek Heller Ágnes és én magam, az alanyai voltunk az 1973-as párthatározatnak. Radnóti Sándor, aki szintén eléggé hát központi szerepet játszik ebben a történetben, ő nem volt direkt része annak a bizonyos csoportnak, amelyről a határozat szólt, de őt is kitették az állásából, vele is, mint egy csoport hát részével bántak, és hát még talán nem érdemes most hosszan sorolni a neveket. Tehát a vicces az, hogy akkor mi ideológia elhajlók voltunk, ugye, egyszerre voltunk jobb és baloldali elhajlók, de ez teljesen mindegy, de a vád ellenünk az volt, hogy eltértünk a hivatalos doktrinától. Na most ez igaz volt. Tényleg eltértünk a hivatalos doktrinától. Hogy ez nem szabad, ez nevetséges,
De hát az kommunisták elképzelése szerint ilyesmit nem szabad. Ennek megfelelően mi valóban valamit elkövettünk, ami az ő szemükben nem bűncselekmény volt, mert nem, rendőri feljelentés nem forgott fenn akkor, de nem lehettünk a magyar kultúrának aktív részesei. Ma kénytelenek azzal operálni, hogy bűnözők változtatnak minket, és azt próbálják bebizonyítani, hogy loptunk. Ami egész egyszerűen nevetséges, amit senki nem is hisz el, de nincs más eszköz a kezükben, mert nem mondhatják azt, hogy ezek a hölgyek és urak olyasmit mondanak, amit mondani nem szabad, mert elvileg ugye mindent szabad mondani. Elvileg ez egy szabad demokrácia, ahol mondani mindent lehet, cselekedni azonban nem lehet mindent, mert lopni, gyilkolni és csalni nem szabad. Na most ennél fogva ránk kellett, hogy fogják, hogy lopunk, gyilkolunk, azt nem mondták még, de hogy lopunk és csalunk, és nem tudom, micsodát csinálunk. És ettől válik a dolog komikussá, tudnilik, az kommunista rendszer keretei között az, amit ellenünk felhoztak, és ami hát igaz volt, és csak az ő szemükben volt megbocsáthatatlan, az hát természetes volt, hogy a kommunizmus idején van pártdoktrina, és aki radikálisan eltér attól, azt valahogy exkommunikálják. Ezzel szemben ma ugyancsak tartalmi okok miatt nem szeretnek minket, de ezt nem mondhatják. Ha valaki azt mondaná, hogy még, lehet, hogy még, de én nem hiszem, hogy ki tudnak találni maguknak egy ideológiát. Az egyetlen valami, amit én nem tekintek ideológiának, az egyetlen hát eszme, amit valahogy hát kolportálhatnak, ez a nemzeti eszme, ugye? De azt, hogy most nemzetietlenek vagyunk, miben vagyunk nemzetietlenek? Hát mint a Steiger Kornél, hogy a görögökkel foglalkozik, és nem a magyarokkal, vagy ilyesmi. De hát mondjuk, hogy ez filozófiában a magyarokkal kell foglalkozni, és nem a görögökkel, ez furcsán hangzol. Tehát a legegyszerűbb a számukra az, hogy minket egész egyszerűen köztörvényes bűnözőként kezeljenek, akik X mennyiségű pénzt elloptak. Ezt azonban bizonyítani kéne. Ha még mindig jogállam vagyunk, ezt kétségbe vonni, mindaddig, amíg olyan ítéletek nem születnek, amelyeknek semmi közük, semmiféle valósághoz nincs, addig nem lehet kétségbe vonni, még mindig jogállam vagyunk, akkor ugye bizonyítékokkal kell szolgálni a tolvajlásainkat illetően, ami nagyon, nagyon nehezen fog menni, mert nem loptunk el semmit. Na akkor jönnek az ilyesmik, ami szinte nem bűncselekmény, tudomásom szerint, és így is, hogy egyik alprojektnek a vezetője a lányom volt. Na de hát ez is csak akkor válna bűncselekménnyé, ha az alprojektre szánt pénzt én a lányom zsebébe dugtam volna, hogy tessék, költsd piperére. De ez nem történt, hanem abból a pénzből több mint 300 holokauszt túlélőkkel készült interjút kaptunk. Szóval lehet, hogy elmarasztalnak minket, én nem akarom előre azt mondani, hogy nem lehet, azt sem akarom mondani, hogy lehet, majd meglátjuk, hogy mi lesz. De egy biztos, hogy a dolog nevetséges, mert bárki, aki ismer bennünket, ismeri a tevékenységünket, ismeri az emberi magatartásunkat, az tisztában van vele, nem hogy lehet, tisztában van vele, hogy sok minden csúnyaságot csinálhatunk az életben, de tolvajok nem vagyunk. No, szóval
akkor most nézzünk mélyebben a dolog, mert a komikumát az is adja a dolognak, hogy egy állítólag a kommunizmussal szemben nagyon határozottan ellenséges párt most ugyanazokat az embereket támadja, nem ugyanazért, mert mint tolvajokat, és nem mint ideológiai bűnözőket, akiket a kommunisták támadtak annak idején. És akkor fölmerül az emberben a kérdés, hogy hát mi van emögött? Jó, állandóan a kritikákban, az ő magatartásuk kritikájában a elutasító nyilatkozatokban utalás történik elég gyakran burkolt antiszemitizmusra. Na most a burkolt antiszemitizmust direktben tagadni én sem szeretném, de azért alapjában véve azt hiszem mégsem erről van szó. Komoly szerepet játszik a sajtóban, a sajtó mocskolódásainak tárgyává vált egy Steiger Kornél, egy Gerébi György, egy Borbély Gábor, és így tovább, ezek mind nem zsidók. Itt nem a zsidó kérdésről van szó. Itt most véletlenül tényleg a liberális gondolkodásról van szó. Egyfajta filozófiai gondolkodásról, és hát az én első és komoly kérdésem tulajdonképpen az, hogy miért tekint minden autokratikus rezsim, mondhatnám azt is, hogy diktatúra, de ez nagyon leegyszerűsítő, miért tekinti mindig a filozófusokat első számú közellenségnek egy autokratikus rezsim? Ezen érdemes gondolkodni, érdemes végig gondolni azt, hogy megpróbálni végig gondolni azt, hogy mi van e mögött. Megtisztelő társaságba kerültem. A Vajda Mihályt és Schaller Ágnes természetesen ismerem, talán az életem során kétszer találkoztam is velük. Radnóti Sándorral többet, mert ő nekem távoli rokonom és atyai jó barátom, tehát őt tényleg jól ismerem. Tehát aki valamelyest ismeri az én filozófia történeti tevékenységemet, munkásságomat, az pontosan tudja, hogy semmi közöm nincsen a Lukács iskolához, mint szellemi irányzathoz, amit én nagyon tisztelek, de távolról. Tehát ez nem az én területem. Akkor egy következő meglepetés az, hogy ugye én nem voltam projektvezető, hanem csak egy közreműködő voltam. Én voltam a tudományos vezetője mondjuk a Filozófiai Intézet elhíresült pályázatának. Ilyen minőségemben adminisztratív felelősségem nem volt, és hasonlóképpen Gábor György, aki a másik ugyanilyen név, ő ugyan valóban jobban ismeri a helleréket, hogyha ezt a szót szabad használnom, teljesen félrevezetőnek tartom. Ő sem volt projektvezető. Tehát úgy kerül össze öt ember az első sajtótámadás alkalmával, hogy abból három projektvezető, kettő pedig csak tag egy projektben. Tehát valami magyarázat kellene. Most a magyarázat az az, hogy amit a sajtó összehangoltan próbál sugallni, az az, hogy ők valamilyen kört alkottak. Először is azt szeretném mondani, hogy ilyen kör, én nem tudom, hogy a többiek tekintetében ez van-e, vagy sem, ezt én nem akarom vélelmezni, természetesen tudom, hogy jobban voltak egymással is tovább, de mi aztán végképp, és a projektnek a vezetője Borbély Gábor, a Filozófiai Intézetnek az akkori igazgatója, illetve amikor beadtuk, akkor még nem is volt igazgatója, hanem Nyíri Kristóf aláírásával ment be a pályázat annak idején, az előző igazgatóival, tehát a mi szerepünk ebben a körben az nulla. Tehát ilyen nincs ez a kör. Ebben a formában nem létezik. Na most mégis mi az a közös tulajdonság, ami összehoz minket? Hát az, nekem megvan az eredendő bűnöm, az, hogy én Magyar Bálintnak voltam felsőoktatási tanácsadója 96 és 98 között, illetve 2002-ben körülbelül egy fél évig. 2002-ben azonban én lemondtam, azért, mert nem értettem egyet a felsőoktatási törvény akkor éppen alakuló irányvonalával, aminek az előkészítésével ez a felzárkózás az európai felsőoktatási térséghez
becenevet viselő projektumnak volt, amit a vezetője. Nem értettünk egyet, és Schiller István és Magyar Bálint jelenlétében én akkor lemondtam, és azóta semmilyen politikai kapcsolatom nincs, de hát ugye tudjuk, hogy az eredendő bűn az olyan, hogy az rajta ragad az emberen, még akkor is, hogyha már rég semmi köze nincsen hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ez van, ezt jegyezték fel valami kis könyvben, ahol az ilyesmiket megjegyzik. Ezt hadd ne minősítsem a dolgot. Mi volt az a projekt, amiben mégiscsak együtt dolgozott? Azt hiszem, hogy Gábor Györggyel. Hogyne, Gábor Györggyel is, Tatár Györggyel is, Rugási Gyulával is. Voltak PhD hallgatók ebben, illetve frissen végzett posztdoktori ösztöndi volt. Ez Losonci Péter volt, Szántó Vera volt a PhD hallgató. Ki mindenki volt még benne, hát ugye maga Borbé Gábor, és itt tovább 12 ember volt, 12 kutató, ideértve a posztdok, illetve a PhD hallgatót is, valamint két fő adminisztrátor. Ugye volt Ferenc Sándor benne, tehát a Filozófiai Intézetből is sokan voltak benne, de a Filozófiai Intézetben hát nem volt meg az a fajta kritikus tömege az embereknek, akikből egy ilyen súlyú pályázatot össze lehetett volna rakni. És ezért lettünk mi behívva, én nem is dolgoztam sose az intézetben, hanem én az ELTE-n voltam akkor docens, és onnit hívott be a Orbé Gábor, de a Smaldáni előtt a Pázmányról hívta be, akkor az előbb említett Losonci Péter a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, várt éppen egy állásra, aztán került állásba, akkor a Tatár György is az ELTE-ről. Tehát ez egy nagyon vegyes társaság volt, és a projektnek az volt a címe, hogy a vallás és a vallási hagyomány és a vallások jelenléte a modern társadalomban. Na most, hát aki, hogy mondjam, hogy ez 2005-ben volt, 2001. szeptember 11-e után, az, aki azt gondolja, hogy a vallások jelenléte és a vallásfilozófiának a modern társadalom Magyarország európai beilleszkedése számára, hogy köszönő viszonyban se lenne ezzel, hát azt csak szamárnak tudom nevezni, vagy rendkívül tudatlannak, vagy rossz indulatúnak adott esetben. Tehát itt ez az ötödik, elhíresült ötödik alprogram, az NKTH Jedlikányos programjának az alprogramja, ott egy csomó ilyen típusú mindenféle pályázat volt régi zenei pályázat. Ezeket már publikálták azóta, meg hát bárki kinyitja az NKTH honlapját, ott vannak felsorolva nyilvánosan a pályázatok. Tehát nyugodtan lehet látni, hogy azt hiszem 11 vagy 12 pályázat nyert abban az évben társadalomtudományi és bölcsészettudományi területen, ezek között mindenféle pályázatok voltak. És ugye itt mindjárt rátérhetünk egy nagyon fontos dologra, hogy az, hogy valami köszönő viszonyban van-e az eredeti pályázati kiírással vagy sem, az nem a pályázónak, hanem a pályáztatónak a feladata. Tehát én is voltam bizottságokban, pályázati bizottságokban, ahol az alkalmatlan pályázatokat, amik nem fügtek össze, vagy nagyon erőltetettet lehetett volna csak összekapcsolni a pályázat eredeti kiírásával, azt az ember diszkvalifikálta, tehát ezt kitette. Na most ugyanígy, tehát nem lehet a pályázó nyakába varni valamit, ami a pályáztatónak a döntése. Igen, de ugye pályáztat, azt mondja a Magyar Nemzet, hogy a oldali és liberális két pártból összerakott akkori kormányzat, az a saját haverjainak a zsebébe dugdosta a pénzt. Ez egy zöldség. Tehát ott volt a bizottságban egyébként Bálint Csanád, kiváló archeológus, híresen nem baloldali ember, hogy csak egy nevet mondja. Az elbírálók között. Az elbírálók között. Ez egyáltalán publikus, hogy kik bírálták el, vagy publikussá vált időközben? Mert hát időközben, én bevallom őszintén, amikor beadtuk a pályázatot, nekem fogalmam nem volt arról, hogy ki van a bírálóbizottságban.
Tehát azt tudtuk, hogy az NKTH az most végre hirdet valami, illetve hát ugye nem végre, mert az előző évben is hirdetett ilyet, meg korábban is voltak. Tehát az NKTH-nak 2001 óta, amióta, tehát ezt is jó volna nagyon világosan leszögezni, hogy Pálinkás József közreműködésével és az ő tervei szerint jött létre ez az NKTH, ami összegyűjtötte a különféle ilyen kutatásra fordítható pénzeket. Ezek között szerepelt egyébként annak idején úgynevezett kiemelt társadalomtudományi kutatások című program, ami a miniszterelnöki hivatalnál volt körülbelül 1,5 milliárd forint értékben, és ezt megszüntették, viszont a pénzt azt Kósa Lászlónak, a néprajztudósnak a javaslatára Pálinkás József belevette ebbe, tehát biztosított az NKTH-n belül egy részt, tehát a Kósa nem baloldali ember, megint csak. De milyen alapon vesz bele, vagy tesz ki valaki? Azért, mert az ő reszortja egy kormányzaton belül, az ő feladata, őt bízták meg. Hát ugye Pálinkás József volt a kultuszminiszter abban az időben, tehát az ő területe volt a kutatásnak a... A legelső feljelentésnek a története az egy rendkívül csúnya ügy. Ez 2009. december 21-én a Filozófiai Intézetben volt egy azóta elhíresült karácsonyi összejövetel, ahol jelentősebb mennyiségű bor elfogyasztása után Demeter Tamás elkezdett agresszív megjegyzéseket tenni, és ezeket a vádakat hangoztatni, hogy tudnillik a projektben mi elloptuk volna a pénzt. Ezt a jelenlevő Gábor György, én nem voltam ott egyébként, csak másodkézből tudom, a jelenlevő Gábor György ezt visszautasította, és itt hangzott el ugye a mispóhe, a te mispóhéd kifejezés, amit akarnak, akkor ugye már hát elfajult ez a vita. A Demeter Tamás a Gábor György által ezt az esetet a Népszavában tárgyaló írás ellen benyújtott egy sajtóhelyreigazítási kérelmet, aztán egy sajtóper lett belőle, amelyet ő jogerősen elvesztett. Azonban hát úgy tűnik, hogy Demeter Tamás, aki szintén nagyon közeli kapcsolatban áll Nyíri Kristóffal, úgy döntött, hogy akkor ő ezt egy névtelen feljelentés formájában, hiszen nem Boros János jelentette föl a pályázatot, mint ez Boros saját maga mondta, hanem egy névtelen szerző. Na most természetesen nem tudjuk, hogy ki a névtelen szerző, de hát az egyetlen játékos, aki ezen a területen volt még, az Demeter Tamás. Tehát kizárásos alapon csak rá gondolhatunk. Az akadémia egyébként 2010-ben elrendelt egy belső vizsgálatot, aminek az eredménye láthatólag az volt, hogy valami eljárási szabálytalanság történt, de bűncselekményre utaló nyom természetesen nem volt, mert azért azt szeretném megjegyezni, hogy hát én is többször találkoztam az intézet jogászával, gazdasági igazgatóval, akik hát ugye nem emberek pályáztak, ezt újra és újra hangsúlyozni kell, hanem egy intézmény pályázott, a Filozófiai Intézet, és hát annak a projekt lebonyolítási szabályait figyelembe véve lehet csak bármit csinálni. Hát ott nem lehet. Tehát itt ugye a Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap, meg a Hír TV azt a látszatot keltették, mint hogyha itt ilyen készpénzzel rohangáltak volna emberek, vagy sőt, hát Pálinkás József maga azt mondta, teljesen tévesen, hogy Borbé Gábor a saját számlájára utalta a projektben elnyert pénzt. Hát erről szó sincs, hát lehetetlen. Ilyen számára nem is utalt volna senki, ugye, kincstár vagy. Tehát ez csak a Filozófiai Intézet lehetett, és a Filozófiai Intézetben a megfelelő projekt célokra lett elköltve a pénz. Na most, az akadémiának a vizsgálata az megállapíthatott, de egyébként ugye ez nem lett publikus, tehát én hozzám nem jutott el semmi ilyesmi, tudomásom szerint Borbé Gáborhoz sem, de hát ezt őt kellene erről megkérdezni. Az akadémiai vizsgálat lezárult, és ennyiben maradt. A névtelen feljelentés során a rendőrségi vizsgálat elindult, ahol meghallgatták a gazdasági igazgatót, meghallgatták az ügyvédet, megnézték a szabályzatokat, és a dolog úgy tűnt, hogy bűncselekmény hiányában abban marad. Majd valamilyen úton, módon, ezt érdekes lenne tisztázni, ez a feljelentés, ez eljutott
a leszámoltatási kormánybiztoshoz. És akkor ő kezdte el újra mondani a dolgot. Ha én jól emlékszem, akkor az első alkalommal, amikor ő szóba került, tehát ugye a Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, tehát az nem véletlen, hogy két újsághoz egyszerre jutott el, tehát ugye ezek kormányközeli újságok mind a kettő, valamint az elszámoltatási kormánybiztosnál előfordultak olyan kifejezések, amelyek hallomásból tudom, hogy föl a szakértői anyagokban is előfordultak. Tehát elképzelhető, hogy lényegében az eredeti feljelentésnek az anyaga ment tovább a különféle szerkesztőségekbe, illetve a kormánybiztoshoz. Kétségtelen, hogy időben a jelenlegi filozófus botrányt megelőzte egy másik filozófus botrány, amely tavaly az év vége felé robbant ki, és amiben nekem is szerepem volt, amennyiben a Filozófiai Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének igazgatóját súlyos szavakkal illettük, mert alkalmatlannak tekintett munkatársai kétharmadát, mert négy embert alaptalanul kirúgott, és így tovább. Ebben az ügyben egy petíció indult, és hát ez nagyon sikeres volt, nagyon sokan aláírták mind belföldön, mint külföldön. Ez azonban nem közpolitikai probléma volt, hanem tudománypolitikai probléma, morális és tudománypolitikai kérdések merültek itt fel. Fogalmunk sem volt, és fogalmunk sincs ma sem arról, hogy ez a rémületes terrort bevezető kollega, aki ennek az intézetnek a bocsinálta igazgatója, az milyen politikai nézeteket, milyen közpolitikai nézeteket volt. Tehát ott nem volt politikai, közpolitikai tartalma annak a vitának, illetve annak a botránynak. És én úgy is gondolom, hogy sokan azt hiszik, hogy ez annak a közvetlen folytatása volna. Én ezt nem gondolom így. Inkább én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy kilövési engedélyt adtak. Ugyanis a leghíresebb magyar élő filozófus, aki valóban világhírű, Heller Ágnes alaptalan megvádolására nem egy kis újságírónő vállalkozott a maga ügyetlen eszközeivel. Nem is egy kormánypárti napilap vállalkozott. Ennél is jóval magasabban kell keresni ezt az összefüggést, és tekintettel arra, hogy Magyarországon az elmúlt hónapokban egy piramisszerű rendszer alakult ki, amelyben minden lényeges döntés a legfelsőbb helyről érkezik, én meg vagyok arról győződve, hogy ezúttal is a legfelsőbb helyről érkezett ez az engedély. És ha már egy engedély megvan, akkor kell találni valamit, ugye? Találni valami bűnt, ugye, kriminalizálni kell a szereplőket, és erre szolgált jó lehetőségként az, hogy az egyik pályázat, ami évekkel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémia Filozófia Intézetének a keretén belül született, és ott nyert ez a pályázat, azzal szemben már korábban is egy egyébként tudomásom szerint elutasított feljelentés érkezett. Tehát ebbe az irányba kezdtek el kutatni, és megtalálták a mi nyertes pályázatainkat, és ebből alakították ki a bűnszövetkezetet, amelyet ugye már az első cikk úgy írt le, hogy Hellerék. Hellerék, ez ellen Heller Ágnes is tiltakozott, mindannyian tiltakozunk, hiszen ezek egymástól független, más munkahelyeken, más kutatói csoportokkal való kutatások voltak, amelyeknek nem volt egymáshoz köze, attól függetlenül, hogy Heller Ágnes jó barátnőm. Önnel az egyik probléma az lehetett, hogy lemondott a Kossuth-díj bizottsági tagságáról, nem tudom pontosan mi a neve ennek a bizottságnak. Ugye itt az a rendszer volt mindez ideig, hogy a Kossuth és Széchenyi díjakat albizottságok ajánlására, szakmai albizottságok ajánlására osztják. Az egyik ilyen szakmai albizottságnak, az irodalminak én voltam az elnöke.
van filozófiai, van képzőművészeti, van mindenféle természettudományi albizottság, akik aztán ezek az elnökök, amikor a szakmai bizottságokban kialakul a javaslatunk, ezek az elnökök összegyűlnek a parlament egyik termében, ahol a miniszterelnök elnökletével meghozzák, vagy meghozzuk a végső döntést. Amikor jó néhány hónappal ezelőtt bekövetkezett az egyik legsúlyosabb esemény, nevezetesen az, hogy az Alkotmánybíróság egyik megsemmisítette az egyik törvényt, amelyet a parlament hozott, és a válasz erre az volt, hogy az Alkotmánybíróság lehetőségeit megnyírbálták, és újra változatlanul megszavazták ugyanazt a törvényt, amelyre most már az Alkotmánybíróságnak nem volt lehetősége rátekinteni. Akkor elgondolkoztam azon, hogy én minimalizálni akarom ezzel a hatalommal az érintkezésemet. És tulajdonképpen egyetlen olyan hely volt, ahol ez az érintkezés még formálisan fennállt, nevezetesen ebben a bizonyos Kossuth és Széchenyi díj bizottságban, és ezen okból lemondtam, és követte ezt az Irodalmi Albizottság számos tagja, lényegében az egész bizottság két személy kivételével. És akkor mondtam egy mondatot indoklásként, volt, ami elhangzott, és ezek szerint célba talált, és sikeres mondat volt, amely úgy szólt, hogy nem akarok egy levegőt szívni ezzel a miniszterelnökkel, amelynek értelme az volt, nem akarok egy levegőt szívni vele azon az egyetlen helyen, ahol találkozhatom, a parlamentnek ebben a termében, ahol a Kossuth és Széchenyi díj főbizottsága összeül egy évben egyszer. Egyébként a múlt hétnek a híre... De gondolom, nem a levegővel lett volna a probléma. Nem a levegővel lett volna a probléma. A múlt héten egyébként ennek is van utótörténete, nyilvánosságra jutott, hogy megszüntették az összes albizottságot. Az indoklás, amivel az albizottság tagjainak és elnökeinek megindokolták ezt a döntést, az költségkímélés volt. Nos, tudni kell, hogy ezt legfeljebb csak pogácsa kímélésnek lehet nevezni, mert ezt a munkát minden ellenszolgáltatás nélkül végezték az albizottságok tagjai és elnökei. Ez is egy jel, nem a legjelentősebb, de ez is egy jel arra, hogy a szakmai kontrollt, amely működött ezekben az albizottságokban, ezért olyan nevetséges arról beszélni, amit a Magyar Nemzet cikkei mindig kiemelnek, hogy ki kitől vette át a Kossuth díjat, vagy Széchenyi díjat, hogy Gyurcsány Ferenc Széchenyi díja ez, amit mondjuk én kaptam, hiszen valóban akkor ő volt a miniszterelnök. Itt komoly szakmai munka folyt, és szakmai döntések születtek az esetek túlnyomó részében. Ezen túl már nem így lesz, nincs szükség a szakmai albizottságokra, hiszen pontosan tudják ők, hogy kit akarnak Kossuth és Széchenyi díjjal jutalmazni. Ez a kézből etetés, ez hosszú távon megtérül egy országnak, amikor a... Én azt hiszem, hogy abszolút kontraproduktív minden tekintetben, és ha most a legfelsőbb szintet vesszük, akkor egy karakter a legtetején ennek a piramisnak, aki nem tűr ellentmondást, aki nem ismeri az ellenérveket, mert nem merik neki megmondani, az belekerül a diktátorok klasszikus világába, ahol nem tudja már, hogy mi történik abban az országban, amelyet vezet. Én emlékszem, hogy egy apróság volt az, ami a Kádár korszakban egyszer a hidegverítéket engedte lecsorgatni a hátamon, amikor Kádár arról beszélt a televízióban, hogy milyen fantasztikus külpolitikai kapcsolataik vannak, és felsorolt egy csomó külpolitikai sikert, és többek között azt is megemlítette, hogy Lionel Jospin úri is itt járt Magyarországon. Ugye ez egy francia vezető politikus volt, Lionel Jospin.
És a hidegveríték azért csurgott, mert arra gondoltam, hogy mit tudhat a világról egy ember, akinek nincs senki, aki megmeri mondani, hogy Kádár elvtárs, azt nem Jospinnak, hanem Jospinnek kell ejteni. No, szóval, akkor most nézzünk mélyebben a dolog, mert a komikumát az is adja a dolognak, hogy egy állítólag a kommunizmussal szemben nagyon határozottan ellenséges párt most ugyanazokat az embereket támadja, nem ugyanazért, mert mint tolvajokat, és nem mint ideológiai bűnözőket, akiket a kommunisták támadtak annak idején. És akkor fölmerül az emberben a kérdés, hogy hát mi van emögött? Jó, állandóan a kritikákban, az ő magatartásuk kritikájában a elutasító nyilatkozatokban utalás történik elég gyakran burkolt antiszemitizmusra. Na most a burkolt antiszemitizmust direktben tagadni én sem szeretném, de azért alapjában véve azt hiszem mégsem erről van szó. Komoly szerepet játszik a sajtóban, a sajtó mocskolódásainak tárgyává vált egy Steiger Kornél, egy Gerébi György, egy Borbély Gábor, és így tovább, ezek mind nem zsidók. Itt nem a zsidó kérdésről van szó. Itt most véletlenül tényleg a liberális gondolkodásról van szó. Egyfajta filozófiai gondolkodásról, és hát az én első és komoly kérdésem tulajdonképpen az, hogy miért tekint minden autokratikus rezsim, mondhatnám azt is, hogy diktatúra, de ez nagyon leegyszerűsítő, miért tekinti mindig a filozófusokat első számú közellenségnek egy autokratikus rezsim? Ezen érdemes gondolkodni, érdemes végig gondolni azt, hogy megpróbálni végig gondolni azt, hogy mi van e mögött. Na most az én magyarázatom végtelenül egyszerű. És úgy hangzik, hogy kérem szépen, a filozófia majd minden korszakában, hol ilyen formák között, hol olyan formák között létezett, de majd minden korszakában a filozófia, hogy megfogalmazott feladatának tekintette, vagy sem, ez egy másik kérdés, de valamilyen értelemben praktice mindenképpen a feladatának tekintette másként nézni a dolgokra, mint ahogy a társadalom működését meghatározó figurák, és itt nem csak a politikusokra gondolok, hanem vezető ideológusokra, vezető tudósokra, és így tovább. És valamilyen módon ezzel egybehangzóan a köznép is gondolja a dolgokat. Nem arról van szó, hogy elutasítani feltétlenül azt, ami valamilyen értelemben evidenciának számít egy társadalomban. Nem erről van szó, hanem arról, hogy rákérdezni arra, ami evidenciának számít, rákérdezni arra, hogy biztos, hogy így van. Honnan tudjátok, mi az, ami ez az elgondolás alapszik? Miért gondoljátok, hogy ennek feltétlenül így kell lennie? A filozófia, ha nem is ezek a megszokott filozófiai kérdések, de a filozófia számára egy alapvető dolog az, hogy semmit ne tekintsünk magától értetődőnek. Lehet-e ezt, meg lehet-e ezt oldani? Ludwig Wittgenstein utolsó műve a bizonyosságról, az e körül forog, és hát természetesen azt is kimondja, hogyha most én Ludwig Wittgenstein azt mondom, hogy én nem vagyok Ludwig Wittgenstein, akkor többé egyáltalán nem lehet gondolkodni. Bizonyos evidenciákat kétségtelen, hogy nem lehet kétségbe vonni. De ha valaki azt állítja, hogy a
kozmopolita zsidók a magyar nép ellenségei, akkor ezt mégsem kell készpénznek venni. Itt rá lehet kérdezni, hogy honnan veszed ezt, mivel alapozod ezt meg, és így tovább. Amit nem lehet megkérdezni akkor, hogyha valaki azt állítja, Ludwig Wittgenstein azt állítja, hogy nem Ludwig Wittgenstein, mert itt azt kérdezni tőle, hogy te ezt honnan veszed, és mivel alapozod meg, ez értelmetlenség. De ezeket egyáltalán a beszéd lehetőségét, a gondolkodás lehetőségét, a létezésünk lehetőségét megalapozó állításokon kívül mindazt, amit a politika, az ideológia, a jog, sorolhatna a közgazdaságtan, és így tovább állít, azokra mindre rá lehet kérdezni. Nem feltétlenül azért, hogy megcáfoljuk, lehet, hogy azért, hogy a végén el is fogadjuk, de azért, hogy állandóan tisztában legyünk azzal a dologgal, hogy kérem szépen, nem magától értetődő, hogy akinek hatalma van, annak igaza is van. A kérdés az, hogy le lehet-e váltani egy elitet. Ugye, mert a dolog mögött, és ez most már nem csak a filozófusok, ugye, hanem a filmesek, filmművészek, ugye, más művészetek, a magas kultúra más területének az ügye. A dolog mögött egy forradalmi retorika húzódik, forradalom történt, fülkeforradalom, és ebben a forradalomban mindennek meg kell változnia. Meg kell változni a jogrendnek, és meg kell változni az elitnek is, elitcserének kell történni. Valóban, valódi forradalmak esetén elitcserék történnek, a régi rend hívei azok kevésbé rúghatnak a labdába. Az is vitatható, hogy mennyiben voltunk a régi rend hívei, hiszen az úgynevezett liberális filozófusok, és általában a liberális értelmiségről nem mondható el, hogy kritikátlanul szemlélte volna a korábbi hatalomnak a működését, nagyon is éles és erős kritikát gyakorolt vele szemben, de nem történt forradalom természetesen. Az, hogy egy nagyon imponáló többséget szerzett egy párt, ez azért előfordul a demokráciák történetében, ezt a következtetést abszurd levonni belőle, és azok a lépések, egymást követő lépések, amelyek közül, hát idézzük csak fel a legfontosabbakat, első és talán legeslegfontosabb a közhivatalnokok minden indoklás nélküli leválthatása, amely egyszerűen egy pillanat alatt véget vet a bürokratikus etosznak. Ettől kezdve az állam semlegességéről nem lehet beszélni. A fékek és ellensúlyok megsemmisítése, az alkotmánybíróság kasztrálása, a sajtócenzúra leplezetlen bevezetése, egy gumiparagrafusok sorozatával, a magántulajdon szentségének kétségbevonása, a visszamenőleges törvénykezés és hasonló olyan egységes rendszerre áll össze, amelyben az elitcsere szorgalmazása is szépen és nyilvánvalóan beilleszkedik. Elitet cserélnek micsodára? Hát az elképzelés az, hogy új elitre, és akkor ott van egy minden eddigi elitben komoly szerepet játszó Széchenyi díjas akadémikus, Nyíri János Kristóf, aki emeli is a kezét, és jelentkezik, hogy szeretne ebbe az új elitbe is komoly szerepet kapni. Ugye ez nem csak a filozófia területén van így, hanem mondjuk a kultúra teljes spektrumában. Igen, ezt én is így gondolom. Egy országban, ahol az egyik legnagyobb élő és aktív filmrendező működik, Tarr Béla, ahol él még Isten éltes Jancsó Miklós, és ahol más jelentős és nagy filmrendezők vannak, ott egy kiszuperelt hollywoodi producer lesz a filmgyártásnak a diktátora. És hát a példák végtelen számban sorolhatók. Tartanám azt, hogy én itt a retorikával valam párhuzamba a dolgot, meg akarjuk győzni a
tömeget, a hallgatóságot valamiről, és ezzel természetesen célunk van, hogy mozgósítsunk, hogy pozíciókat szerezzünk magunknak, hogy a saját politikai céljainkat előmozdítsuk, kinek-kinek más. Én abban keveredtem vitába az interneten, Facebookon, egyébként nagyon kedves kollégáimmal és olyan emberekkel, akiket alapjában is teljes elkötelezettséggel támogatok ebben a háborúban, hogy én itt a saját kollégáinknak, annak a néhány kollégának, aki ebben részt vett, a tevékenységét tartom nagyon fontosnak és nagyon elítélendőnek. Ő számukra ez a szakmai pozíciószerzés a különböző okokból, és ezek nem feltétlenül és nem elsődlegesen politikai okok, általuk nem kedvelt emberek háttérbe szorítása és saját maguk és környékük előtérbe helyezése a cél, ez is egy cél. Az, amit itt mindenki leleplezett már, és ami biztos, hogy ott van a célok között, az a jelenlegi hatalomnak a célja, hogy a neki nem kellemes dolgokat mondó embereket nem az érveiknek a cáfolásával, mert az nehezebb dolog, hanem az erkölcsi betegetítésükkel, ami ugyan ebben független attól, hogy amit mondanak-e az igaz vagy nem, de a hitelüket alá lehet ásni, hogy ezzel gyengítse a pozíciójukat és gyengítse a jelenlegi kormányzat ellen irányuló kritikának az élét és az erkölcsi súlyát. A sajtónak, szerintem annak az egy-két újságnak, amelyik ebben részt vesz, a szempontjai azok, ha vannak önálló szempontjaik, akkor az, hogy itt a saját olvasóközönségüket el tudják látni a napi betevő, ami ezúttal nem információ, hanem ezek a Magyar Hírlap és Magyar Nemzet is, ezek véleménylapok, csoportlapok, nem az az elsődleges céljuk, hogy aki kinyitja őket, az meg tudja, hogy mi van a világban és mi van Magyarországon. Az az elsődleges céljuk, hogy egy véleménycsoportot összetartsanak érzelmi, indulati, egyéb szinteken. Erre ez kiváló apropónak bizonyul. Főleg hát itt most a legérdekesebb, a legutóbbi napok fejleményeiből az, hogy Pálinkás elnök úr, az akadémia elnöke, kiadott egy nyilatkozatot, ami meglehetősen kétoldalú volt. Erre is ütött egy kicsit, arra is ütött egy kicsit. No, erről a ezt a kommunikét, ez egy MTI kommuniké volt eredetileg, ezek a lapok nem közölték, ellenben azt a részét, ami az ő véleményükkel paralel valamennyire, bár szó sincs arról, hogy itt Pálinkás József erre a szintre leereszkedett volna, de vannak bizonyos momentumok a nyilatkozatában, ami paralellek az említett sajtótermékeknek az irányvonalával. Ezeket utólag kommentárokban, tudósításokban kimazsolázgatják. Tehát ilyen mértékig nincs arról szó, hogy egy ő általuk rettentő nagy terjedelemben politikai napilaphoz képest egy igazából nem prominens politikai témát tekintve elképesztő terjedelemben perfektált ügyben egy nagyon súlyos személyiség nyilatkozatáról, magáról a nyilatkozatról nem tudósítanak, azt nem közlik. Az, hogy itt zsebre tettek pénzt, ezek ugye, mint tudjuk, megegyezhetünk abban, hogy ezek közönséges rágalmak, itt nagyon sok szinten vannak föltéve a kérdések. Egy az, hogy maguk a pályázati pénzek kiutalásánál történtek-e pénzügyi szabálytalanságok, ez ugye egy könyvelői szakkérdés, amit vizsgálatok lezárása előtt bármilyen sajtóban megszellőztetni, azzal, hogy mi úgy hallottuk, hogy ez
nyugodtan komolytalannak tekinthetjük. Amit tudománypolitikára tartozik, az az, hogy tényleg a megfelelő emberek megfelelő kutatásra kaptak-e pénzt. Akkor én most elárulom, hogy a 2005-ös pályázati fordulóban be volt adva egy pályázat, aminek én is alvállalkozója, az egyik részprojekt vezetője lettem volna, ez a pályázat nem nyert. Most én erre mondhatom azt, hogy akik elbírálták, azok azok pikkeltek a logikára, és pikkeltek arra a keményebb és exaktabb tárgyalási módra, ami annak az egész projektnek a jellemzője lett volna. És egyébként lehet, hogy ebben van is valami. Tehát ha valaki benn van a zsűriben, akkor nem tudja az egész saját szakmai habitusát, és még sok minden egyebet kihagyni a ruhatárban, úgy bírál el, ahogy elbírál. Ennek a ferdességein segíthetne a kisebb központosítás, segíthetne, hogyha több hely lenne, többféle zsűri lenne. Egyéb... központban is valaki ülne, és a valakinek is lenne egy világlátása, annak is azért mondom, a kisebb központosítás, a decentralizáció segíthetne valamennyire. Tehát, hogyha több csap volna, többféle zsűri volna, akkor talán valahogy jobban mennének a dolgok. Egyébként az egész NKFP, amikor Pálinkás József ezt kitalálta 2001-ben, ez egy kicsit erre mozdult el az OTKA-hoz képest, tehát hogy az OTKA mellett keletkezett még egy forrás. Lehet azt mondani, hogy túlzottan aránytalanul bővízű forrás, illetve aránytalanul nagy pályázatokat indítottak ebben. Pálinkás József is többször hasonlította az OTKA-ban elnyerhető pénzekhez, csak nem mondta azt, hogy ő kezdte el azt, hogy ilyen 40-50 milliós... 90 milliós pályázatokat nyertek akkor el, egyébként jobboldali tudósok. Persze. Azzal miért nincs probléma? Hát ezek ilyen evidens, magától értetődő kérdések, hogy azzal miért nincs probléma. Egyébként én végignéztem a 2001-es, a 2004-es és a 2005-ös nyertesek listáját. Mindegyik lista plurális volt, ha lehet ilyen szempontot tenni, szerintem ostobaság volna alapjában véve egy ilyen szempont, hogy egy... hogy pályázat, tudományos kutatási pályázatok vezetőinek a névsorát osztályozok politikai hozzáállás szerint. Igen, de sajnos ez történik. Igen, demokráciában ez rendben van, de egy diktatúrában már nincs rendben az, hogy pluralizmus legyen, de diktatúrában annak kell lenni, amit én akarok. Na igen, itt nem tartottunk 2001-ben sem, 2004-ben sem, 2005-ben sem. Kíváncsi vagyok, hogy a következő pályázatok nál ez hogyan lesz, ami most megy, az ugye látjuk, tehát ez is ahhoz tartozik, amit én mondok, hogy tud ez értékrendszereket rombolni az ilyesmi, hogy a következő pályázatoknál megvan az ideológia arra, hogy X-ék miért nem kapnak, és Y-ék miért kapnak, ez egy nyomulás, hogy mekkora eredménnyel fog járni, azt meglátjuk. Az optimális eredmény itt az, amit én akár elviselhetőnek is tartanék, függetlenül attól, hogy eddig az volt a baj, hogy túl exakt volt, amit csinálunk, ezután meg majd az lesz a baj, hogy itt többen is egyébként erről a tanszékről, nem csak én, jártatjuk a szájunkat bal oldalon. De az, hogyha egyszerűen csak egy súlyeltolódás történik, tehát azért a 2001-es nyerteseknek a névsorát végigolvassa az ember, ott is vannak jobboldaliak és baloldaliak, és azért baloldaliak kevesebben, 2004-2005-ben lehet, hogy ez egy kicsit ellenkező irányba volt eltolva a dolog. Ha itt csak annyi fog történni, hogy egy kicsit most megint eltolódik, hogy inkább azok kapnak, és inkább mások kapnak kevesebbet, de ilyen egyrészt másrészt listák lesznek azért, az úgy a mindennapi élet szintjén, mindennapos gyakorlat szintjén elviselhető volna, csak éppen az a
az alapvető és elvileg rossz benne, hogy itt azért szerintem őrület így olvasni ezeket a listákat, de ezeket így olvassák. Tehát itt igazából a már valahol bent lévő emberek azért előnyben vannak, és ez kevéssé innovatív, így kevésbé lesznek például fiatalok, például új témák. Ez az egész gyakorlat, tehát, hogy egy kicsit nekik is eleget tesszünk, azért a mieinket jobban szeretjük, ez elsősorban a fiatalok előretörésének az, és az új témák előretörésének áll, ez az elvi baja. De amiről itt még szó van, és amire célzott, van még egy momentum, amit fel szeretnék venni. Az, hogy milyen is a filozófia, hogy olyan-e, amilyen a mondjuk formális tudományfilozófia, ami részben már fizika, matematika, vagy olyan, mint a Nyirinek a kommunikáció filozófiája, vagy olyan filozófiai eszészika, mint Vajda Mihálynak a kiváló művei. Itt megint arról van szó, hogy a vagy-vagy az egy igen negatív dolog, és a vagy-vagy az csak úgy szólhat, hogy én itt most valakiket ki akarok nyírni, ki akarok söpörni a filozófiából, nem akarok rossz névvicceket elkövetni. A filozófia hagyománya, hagyományos művelési módja, az, hogy a filozófia azért közönségnek is szól, a filozófia halott akkor, hogyha csak filozófusoknak szól, az tevékenységeknek, stílusoknak, megközelítéseknek egy nagyon széles skáláját engedi meg, amibe belefér mindegyik, akár a két szélet, tehát én igazából Vajda Mihály tevékenységét és azt, amit mit csinálunk annak az egész formális részét tekinteném a skála két végpontjának, de közte minden előfordul, és úgy gondolom, hogy mindennek elő is kell fordulnia. És hogyha nagyon rossz indulatúan szándékokat akarok belemagyarázni abba, ami itt történt, hátsó szándékokat, amiket nem kötöttek az orromra, csak föltételezhetek, akkor az az volt, hogy itt azok, akik most az esszéisztikusabb, irodalomhoz közelebb álló filozófiának a tönkretételére vették az irányt, arra számítottak, hogy itt azok, akik mondjuk ennek a széles skálának egy nagyon távoli pontján, vagy az ellenkező végpontján állnak, azok hallgatni fognak, és némi kár örömmel fogják ezt szemlélni. Én viszont azt gondolom, mint ahogy mi egyébként, úgy, mint formális logikusok szemben a dialektikus logikával, ennek a tanszék, ez a tanszék és az elődjei nagyon megszenvedett már ilyen politikai ügyeket régen. Úgy gondolom, hogy ha ezt velük meg lehet csinálni, akkor meg lehet csinálni velünk is. Hogy ezek a módszerek, az, hogy ennek a széles skálának egy részét megpróbáljuk kitakarítani, és nyomulni próbálunk mások rovására, ezek a módszerek semmiképpen nem elfogadhatóak. És ezzel mindenkinek tiltakoznia kell, mint ahogy a szakmának én azt hiszem, hogy a 90%-os többsége tiltakozik is. Épp mikor önhöz indultam, akkor olvastam az ELTE dékánjának az ügyben ELTE bölcsészkar dékánjának, bölcsészkar dékánjának az ebben az ügyben megírt levelét. Én úgy gondolom, hogy itt Dezső Tamás dékán úrnak a megnyilvánulása az a lehető legjobb volt. Én még igazából nem gondoltam át minden mondatát, nagyon futólag elolvastam, nekem is most jött a számítógépemre, miközben azért itt vizsgáztattunk, és hál' Istennek még azzal is foglalkozunk emellett az ügy mellett. De úgy gondolom, hogy végre egy eléggé egyértelmű és nagyon tisztességes nyilatkozat született. Azt nem egészen értem, hogy ez miért nincs leadva az MTI-nek, de lehet, hogy le lesz. Ugye ez a pályázat Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program, NKFP, ez azonos, ugye, a pályázat? Ez a jogelődje annak az intézménynek, amelyben mi pályáztunk. Ugye ez az, amit az akadémia elnöke korábban, mint a Fidesz kormány tagja hozott létre. Igen.
Tehát ugye itt akkor 4 évvel korábban vagyunk, tehát a 4 éves inflációt még ehhez nyugodtan hozzáadhatjuk. Szerepel itt Granasztói György, Teleki László intézet, kulturális, külpolitikai és nemzeti identitás 96 millió forintos pályázata. Dr. Kristó Gyula, Anzsukori oklevéltár 59 millió 898 ezer forintos támogatása. Zimonyi István, Szegedi Tudományegyetem, a magyar őstörténet írott és nyelvi forrásai, ő csak 27 milliót kapott. Inotai Andrással, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetéből 86 milliót az Európai Uniót előtt álló stratégiai feladatokkal kapcsolatban. Manherz Károly, Közép-európai kisnemzetek jövője 44 millió 990 ezer. Dr. László János, Pécsi Tudományegyetem, morfológiai, lexikai szint feletti magyar nyelvű tartalom elemző programok kifejlesztésére 55 milliót. Fritz Tamás, 21. század intézet részéről, a magyar politikai rendszer európai uniós integrációja, intézmények és főszereplők társadalmi támogatottság 41 millió 44 ezer forint. Dr. Görömbei András, Debreceni Egyetem, bölcsészkar, nemzeti identitástudattal kapcsolatos kutatásra 31 millió forint. Horváth Gyula, MTA, regionális kutatások, magyar régiók és települések versenyképessége 111 millió forint. Nem akarom tovább olvasgatni. Hát ezek is látszólag, tehát mondjuk azok számára, akik kommentelni szokták az olyan videókat, mint amit Heller Ágnessel készítettem, ezek is teljesen fölösleges dolgok, hisz ezeket nem lehet kenyérre kenni. Igen, egyrészt fölöslegesek, másrészt pedig hát azt is jól mutatják, hogy mennyire vannak köszönő viszonyban a pályázat kiírásával a mi pályázataink, ha ezek a pályázatok is nyerhettek. Természetesen azok közül, a nevek közül, akik most nyilvánosságra kerültek, számos olyan van, akinek jobboldali elkötelezettsége napnál világosabb, és számos olyan van, akinek politikai véleményét nem ismerjük. Van olyan jelentős tudós, Kristó Gyula, aki ma már nem él, de épp örömmel láttam, hogy az Anzsukori oklevéltár folytatódik, mert ebben a pályázatban ő nyert, és abban az időben, amikor, abban az évben, amikor az én pályázatom nyert, akkor egy tanítványa vagy utódja ugyanezzel a témával, az Anzsukori oklevéltárral jelentős a miénkkel azonos nagyságrendű pályázatot, pénzt nyert. Lehetne a pályázatok, a humántudományi pályázatok rendszeréről beszélni. Ugye ennek, amennyire én meg tudom ítélni, valóban vannak strukturális problémái. Az egyik strukturális probléma az, hogy miután az intézmények Magyarországon, különösen humántudományi intézmények rendkívül le vannak gatyásodva. Ezért noha kutatásra adják be a pályázatokat, ennek nagyon jelentős része intézmény fenntartásra, fenntartásként hasznosul. Másrészt az is igaz, hogy fizetéskiegészítésként, illetve fizetések megteremtésére hasznosul ez, tehát fiatal kutatókat, akiket nem tudnak a tanszékekre vagy kutatóintézetekbe fölvenni, ezeknek a pályázatoknak a segítségével fizetik, természetesen kutatómunka ellenében. Egy másik strukturális probléma, amit feudalizmusnak neveznék, nevezetesen mondjuk az én esetemben az én fiatal kollégáim azért kértek meg arra, hogy a pályázatot az én nevemmel és a konzorciumot az én vezetésemmel adhassák be, mert arra számítottak, hogy egy nagyobb, egy úgynevezett nagyobb név az nagyobb esélyt ad arra, hogy a pályázatot elnyerik, vagy esetleg nagyobb esélyt ad arra, hogy jelentősebb összeggel nyerik el ezt a pályázatot.
Ez azonban nem politika függő. Éppen az derült ki ezekből a most már nyilvánosságra került, eddig is nyilvános volt, csak éppen nem volt a nyilvánosság homlokterében pályázatokból, hogy nem lehet politikailag tagolni azt, hogy kik kaptak és kik nem kaptak pályázati díjakat. Ezzel szemben ebben a feudális értelemben lehet, kétség kívül, hogy a nagyobb neveknek nagyobb esélye volt arra, hogy nyerjenek a pályázaton, mint az ismeretlenebb fiataloknak. Azt is szeretném még hozzátenni, hogy ezek ugye most nyilvánosságra kerültek, nagyobb, jobb, örvendetesebb lett volna, ha egy-egy kutató már a Hetz kampány elején önmagától megszólal, és azt mondja, hogy álljon meg a menet, én is kaptam, álljon meg a menet, ez nem így működik, hiszen ma, amikor megkérdezik őket, mit mondanak? Ugyanazt mondják, mint mi. Nem egyedül kapták a pénzt, konzorciumok vezetőjeként kapták, 20-30-40 vagy még több ember vett részt ebbe a pályázatban. Azt mondják, hogy nem egy rövid időre, hanem 3 évre, vagy még több idő alatt hasznosult ez a pályázat. És az, ahol ez így van, mint például az én esetemben, az ők is megemlítik, hogy a konzorcium vezetéséért nem kaptak és nem vettek fel pénzt. Mindez jobb lett volna, ha maguktól, nem kérdésre, hanem maguktól szólalnak meg ebben az esetben. Ez nagyon jót tett volna a magyar közéletnek, az intellektuális klímának, az erkölcsi világrendnek. És hadd mondjak itt el egy példát ezzel kapcsolatban. Ugye említette a Teleki Intézetet, hogy a Teleki Intézet kapott itt egy jelentős összeget Granasztói György vezényletével. Granasztói György a kiváló történész, nekem politikailag nagyon nem rokon szemves. Nem felejtem el neki, hogy ő kezdeményezte a kokárda, a március 15-i kokárda kis sajátítását még a MDF időkben. Talán emlékszik, vagy idősebbek emlékezhetnek rá, hogy akkor még májusban, júniusban is hatalmas kokárdákat viseltek a politikai jobboldalon az emberek, és ezt nagyon, nagyon mélyen helytelenítettem, hogy ezt a minden magyar ember számára jelentős jelképet kisajátítja az egyik politikai oldal. Azonban, amikor az előző kormány alatt a Teleki Intézetet bezárták, akkor más úgynevezett liberális kollégáimmal együtt én is tiltakoztam ez ellen, és nem tartottam szükségesnek, hogy ezt a tiltakozásom mellé még hozzátegyem ezt a előbb említett fenntartásomat Granasztói professzor politikai magatartásával szemben. Hiszem, hogy ezt a most 3 hetes és hát nyilván még folytatódó Hetz kampányt egykor majd médiatörténetben tanítani fogják, hiszen az állatorvosi lova mindannak, amit egy újságírónak nem szabad elkövetnie, ami az újságírói etikával homlokegyenest ellentétben áll, és az is figyelemre méltó, hogy az, ami ez alatt a 3 hét alatt történt, a tételes cáfolata az állításoknak. Ahogy Steiger Kornél például egy másik napilapban elkülönítette az ellene felhozott 6 vagy 7 vádat, és mindegyiket abszolút meggyőző módon megcáfolta. Ahogy más lapok feltárták ezeket a tényeket, amikről előbb említést tettem, tehát az, hogy Pálinkástól ered az egész konstrukció a MTA jelenlegi elnökétől, hogy nagyon sokféle politikai színezetű és politikai színezetét egyáltalán, és nagyon sokféle politikai színezetű tudóst nyert el ezekben az években pályázati pénzeket, és számos olyan, akinek a politikai színezete egyáltalán nem ismeretes. Nos, ezekről a tényekről a magyar nemzet nem számol be. Azt a néhány megszólalást említi kizárólag, amelyeket ki tud forgatni, amelyeket kontextusából kiemelve rossz színbe tud beállítani.
Ez is sajtótörténeti unikum. Egyetlen cáfolat, állításaik egyetlen cáfolata nem kapott helyet a magyar nemzetben, mint a mai napig. Négy lejátszott üzeneted van. A rögzítés időpontja március 8-a, 19 óra, 14 perc. Hogy szakadt volna a fejed az anyádba, te rohadt zsidó főreg, hogy takarodnál ki az egész világról. Dögölj meg ott, ahol vagy, búlodj meg a saját véredbe. Üzenet újra meghallgatása, 1-es gomb. Üzenet törlése, 5-ös gomb. Következő üzenetre lépés, 6-os gomb. Az üzenet adatainak meghallgatásához nyomd meg kétszer a 7-es gombot. Magáit. Talán most lejárt. Fel tudna olvasni néhány SMS-t, amit kapott? Ja, azt nagyon szívesen felolvasok, várjon csak, azt mondja. A kurva anyádat, te retek. Miért retek? A te szemedet lőtték volna ki. A retek az mit jelent? Én nem tudom. Retkes, mocskos, gondolom. Ja, értek, ez retek, az mocsok, értem. Igen. Retket kifejtően szeretem, úgyhogy nem szeretem bántani reteket. Liberális zsidó férgek rágják a nemzet testét. Kezdjük meg a féregértást. Ugye ezt a sztorit is ismerjük más, tudjuk, mit jelent a féregértás, gázkamrát persze. Mint a gyengébbek kedvéért megmondom, mit jelent az a féregértás. Nem szégyeli magát, hogy lehet ilyen ajasz hazug? Van egyáltalán tisztesség és becsület önben? Erre tanították a szülei? Kérdi ő. Nézzük másokat. Ez még egy normális volt, hogy van ilyen. Azt mondja, itt látszik az SMS küldőknek a telefonszáma is? Hát azok mind fiktívek, nem tudom, hogy lehetséges, mert néha egy gyalászkodókat próbáltam visszahívni, és nem válaszolta a telefon. Úgyhogy nem tudom. Adjon az Isten, mi bajom van a keresztény nemzeti emberekkel? Ha innen lopott 100 milliókat, belőlünk él, miért nem tetszik ez az ország önnek? El lehet innen menni, és vihet pár cigányt, meg buzit is magával, úgyis nagy a fajvédőjük, a harcban nem szabad megállni. Ez egy szép hosszú szöveg. Ő neki nem szabad megállni, vagy önnek? Ő nem áll meg a harcban, semmiképp sem. Ő neki nem szabad ebben a harcban, mi zsidók, cigányok is buzik ellen folytatott harcban, abszolút nem szabad megállni. Nagyon érdekes kis dolog. Szebb jövőt egy gárdista. Szebb jövőt adjon Isten, ezt kétségkívül jó kis nyilas köszönés. Nem hiszem, hogy nyugodt éjszakai vannak, ön és társai kiengedték a palackot a szellemből, nem a szellemet a palackból, hanem a palackot a szellemből, hogy egy nagy klasszikust idézek, rosszul idézett, ne játszanak a tűzzel. Na, most rosszul idézte azt a nagy klasszikust, nem tudta, hogy melyiket, de mindegy, Goethét idézte, de rosszul. Nézzük meg. Ezt a szégyelje magát megbízójával együtt, hogy arcol köpte 2006 áldozatait és a nemzetet hazudozásaival. Ezt azt hiszem már szólt. Érdemek, ha akarja, nyugodtan lehet fotózni, ezekből lehet fotózni. Nem tisztelt Heller Ágnes. A hazugságokat már megszoktuk a maguk fajtájuktól. Az igazság az van, a többi kitalálják, főleg a maguk fajtái, egy tisztán látó. Mivel érdemelte ki ezt az üzenetet? Amikor Brüsszelben voltam, akkor előadást tartottam voltak éppen a mai kormánypolitikájáról kritikailag, és ehhez hozzászólások következtek. Az első hozzászólás a Morvai Krisztináé volt, aki nem arról beszélt, amiről szó volt, hanem egy 5 évvel korábbi eseményről, amire az emberek nem voltak kíváncsiak, nem azért jöttek.
és elkezdtem mondani, hogy 2006. októberében az 56-os évfordulón, október 23-án a békésen tüntető tömegben lövettek, és az embereket tortúrának vetették alá. Most erre a szövegre azt mondtam, hogy ez egy fikció, ez egy esterkélten kitalált történet, és így nem igaz, és még azt is hozzátettem, a Fidesznek sem ez az álláspontja. Na most ezek után számos felszólás következett, és az egész probléma megszűnt létezni. De a magyar sajtóban, kb. Az egész jobboldali sajtóban meg félrefordították, amit mondtam, szerintem szándékosan, mert hisz az angolnak utána lehetett hallgatni, és közölték, hogy azt mondtam, hogy nem sebesült meg senki, és hogy nem lőttek meg senkit gumipisztollyal vagy gumifegyverrel. De hát a Orvágy Krisztián nem beszélt gumilövedékről egyáltalán, és nem beszélt sérülésről, hanem torturáról beszélt, és arról, hogy a békés tüntetőkbe lövetett a kormány, ami Libiát juttatta az emberek eszébe azon jobban, még csak Egyiptomot sem, és kifejezetten szégyent hozott Magyarországra, amit mondott. Igyekeztem dolgot elsimítani, ez egy történet. Erről nem is érdemes többet beszélni. Na most erre úgy reagálták ismét le már a magyar sajtó is, hogy én meggyaláztam a 2006-os mártíroknak az emlékét. Volt egy olyan szöveg, ez melyik televízióban, a Hírtelevíziónak a szövege volt, hogy én meggyaláztam a posztkommunista világ társadalom áldozatait. Most már nekem idegesít az a posztkommunista világ áldozata. Összehasonlítják azokat a szerencsétlen, valóban megsérült embereket, összehasonlítják 10 millió meggyilkolt emberrel. Azzal hasonlítják össze. Vannak a kommunizmusnak áldozatai, Istenem, 10 millió vagy 12 millió, de vannak a posztkommunizmusnak is áldozatai. Ezt a kettőt egy szintre hozták. Ezt felháborítónak tartom. És azt, hogy én meggyaláztam az emléküket, nem is beszéltem róluk egyáltalán, csak azt mondtam a Varrai Krisztinának a története, az egy fikció. Nagyon sok történetet lehet mindenről elmondani. Nem jött létre egy objektív, a szeptemberi és októberi eseményeket kivizsgáló bizottság történészekből és független jogászokból, mert a Morvai Krisztián által vezetett bizottság bizonyára nem ilyennek mondható. Mikor olvastam a sajtót, amelyik erre reagált, és néztem a televíziókat is röviden, amelyek erre reagáltak. Azt hittem, hogy átaludtam, mint Rip Van Winkles néhány hónapot, és Magyarországon ma a Jobbik kormányoz, és talán még a magyarok nyilai, mert olyan hangnemben beszéltek rólam, és arról, amit mondtam, versenyeztek a gyűlöletben. Van egy ilyen licitálás, gyűlöletlicitálás. Nem kérdés, hogy tudom, hogy ki nyeri meg a gyűlöletlicitálás, kétségtelen a Kurucinfo nyeri meg, az verhetetlen. Megjelentették a Kurucinfo telefonszámomat, és felszólították olvasóikat, hogy hívjanak fel telefonon, és mondjanak el mindennek. Ez meg is történt. Hát olyan szemét került itt a telefonomba, annyi szemét, hogy egy ideig kitisztítottam, próbáltam őket elküldeni, kitisztítottam a telefon, nem maradjon olyan nyomban, de aztán jöttek újra, és újra, amíg bennhagytam őket, mert most már van legalább bizonyítékom arra, hogy milyen telefonok jöttek az én valamra, és hogy azért megmondhassam, kimondhassam, hogy ebből a nagy versenyből, tehát a gyalászkodási versenyből mégiscsak a Kurucinfo fog kikerülni diadalmasan. Ez az érdekes, hogy a baloldali diskurzusban elsősorban szeptember létezik, a jobboldali diskurzusban kizárólag október létezik. Hát nincs mód arra, hogy a kérdést megvitassuk. Nincs mód, mert teljesen különböző sztorik, narratívák, fikciók vannak a levegőben, mindenki a magáiban hisz abszolút, megbeszélni a kérdéseket tökéletesen lehetetlen. Nem is akartam megbeszélni, közönség. Ez az Európai Unió közönsége volt. Nem erről akarta hallani, nem azért jöttek nagyszámban a terembe, hogy a magyarok egymás közötti történelmi civakodását
hallják. Nem azért voltak ott. És ezt szégyeltem is magam, el is akartam terelni erről a figyelmet, mert beszéljünk arról, amiről szó van, és nem arról, amiről nincsen szó. Nem civakodás az, ami a médiatörvény körül folyik? Tehát nem érhetik meg európaiak ezt a kérdést úgy, hogy a magyarok civakodnak egymással valamilyen dologról, amiről nem tudnak megállapodni? Nagyon szerettem volna a médiatörvényen civakodunk. Én ugyanis erőteljesen kritizáltam ezt a médiatörvényt. Több hozzászóló volt, többek egy jó fideszes hozzászóló is volt, aki kritizált engem releváns szempontból, valakivel lehet tárgyalni, mert ugye kritikailag viszonylag ahhoz, amit én mondok, én is kritikálom, amit ő mond, de ez tárgyalóképes. Tehát voltak tárgyalóképes hozzászólások, de igazán a kérdések nem lettek megbeszélve. A fideszes, a jobboldali hozzászólók sem igazán szóltak ahhoz hozzá, amiről beszélni kellett volna. Nem védték meg a kormányukat ebben az értelemben, mert nem mond, beszéltek arról, amiről beszélni kellett volna a legtöbbjük. Csak egy ember kivétel volt, de hát most erről nem is érdemes beszélni. Úgyhogy persze, én a média törvényről beszéltem, nem csak arról, hogy miért nem tartom az egészet relevánsnak, még hibás az egész törvény úgy, ahogy van, hanem különösen a média hatóság összetétére vonatkozóan, és éppen arra hivatkoztam, amit az egyik fideszes hozzászóló mondott, hogy Magyarországon két teljesen különböző narratíva van, és egymást nem tudjuk megérteni, és erre való hivatkozással mondtam, hogy ez igaz, szerintem valójában igaz, és ebből az következik, hogy nem lehet egy média hatóságot úgy összeállítani, hogy csak egyik a narratívák közül csak egyet képviseljen, mert akkor bizonyos, hogy az ítéletei nem lesznek objektívek, nem lesznek igazságosak. Még akkor sem, ha azok akarnának lenni, ami, hogy magának mondjam, igen nagy kétségem van, de még akarnának objektívek, sem tudnának, mert benne vannak az egyik narratívában, oda se figyelnek a másikra. Tehát már ezért is rossz a médiatörvény, mert a média hatóság összetétele nem garantálja az, hogy bármilyen esetben objektív megítélés vagy értékelés szülessen. De ettől függetlenül az egész törvényt rossznak tartom, nem szabad az államnak ellenőrizni, mit csinál a média. A médiának kell ellenőrizni, mit csinál az állam arra való, arra találták utóvégre ki. És csak totális társadalmak vezetnek be cenzúrát. Egy narratívaként felfogható az a történet, ami a filozófusok egy csoportja, vagy tetszőlegesen összerakott csoportja elleni különböző eljárásokat foglal magába, és ez is a médiában folyik elsősorban. Egy valamilyen része rendőrségi vagy ügyészségi szinten is, hiszen az állam képviselője feljelentette önöket. De ennek a történetnek a kibontása az is a médiában történik. Ez igaz, de hozzáteszem, hogy legalább hárman közünk első szinten megnyertük a pert a magyar nemzet ellen, tehát ez még csak nem végleges, mert ugye nem jogerős az ítélet, de rajtam kívül a Geréb és a Gábor György is megnyerte első. Gábor György Gerébit jól ismeri, ők is megnyertek első fokon a perüket. Világos, hogy rágalmazás folyt. Világos, hogy a rágalmazás nem egy újságból indult ki, hanem koncertként jött létre, három lap, plusz még két televízióadó és két és fél televíziós adó egyszerre intézték a támadást, és 4, 5, 6, 7, 8 héten keresztül mindig ugyanaz a szöveget ismételték, mint a papagájok. Na most, hogy ez az arra való, ennek megértem a funkcióját, propagandisztikus funkciója van, mert az ember ezerszer hallják ugyanazt a hazugságot, akkor igazságnak fogják elfogadni. Ez mindig így van. Kérem szépen, hányszor hallottuk fiatalkorunkban, hogy volt egy nagy októberi szocialista forradalom, hogy az aurórának az ágyúi jelet adtak a forradalom, aztán megtámadták a téli palotát és elfoglalták. Uram, egy szó sem igaz ebből. De minden iskolás gyerek ezt tanulta, mindenki azt hitt, hogy valóban igaz. Akár szerették, akár utálták a Szovjetuniót, hogy az októberi forradalom volt, megvolt, aurórai ágyúi megszólaltak, erre az ágyúszorra megtámadtak a királyi palotát. Ezt az emberek akkor is elfogadtak, ha nem szerették ezt a rendszert. Mert
annyiszor hangoztattak, annyiszor mondták, hogy senkinek nem jött eszébe, hogy meg ho-ho, tényleg volt egy ilyesmi? Tényleg történt egy ilyesmi? Tehát ez így szokott lenni, sokat ismételnek egy hazugságot, egy fikciót, ugye? Egy történetet. Kitalált történet, jól hangzott történetet, akkor ezt a történet végig igaznak fogják elismerni. Önök mellett, az ELTE bölcsészkar dékánya is önök mellett szólalt meg, ő is, illetve hát az ELTE is rákerült a listára, a megvizsgálandók igen. listájára. Ez várható volt, vagy meglepődik ezen? Ugye ez várható volt, vagy meglepődik ezen a fordulaton? Nem lehet önnek semmi, mert lényegében egy alapvető populista politika a kriminalizálás. Kriminalizálni akarják a legkülönbözőbb intézményeket, azért, hogy az ember kell elhitessék, hogy azért mennek a dolgok rosszul, mert mások ellopták a pénzüket. Ez ilyen egyszerű. Nem egyszer ezt fogják, egyszer a másikat fogják kiválasztani, mindig kiválasztani, mindig megy a kriminalizálási gépezet. Ez a gépezet működik. Működik azért, mert ez a kormánybiztoson elszámoltatni, hogy az emberek azt az érzést keltsék, hogy azért szegények, azért nem tudnak kenyeret, azért drágul a kenyér, mert mások ellopták a pénzüket. Ez természetesen semmi se igaz ebből, de ez is úgy van, hogy minél többször mondják, az emberek végül azt hiszik el, hogy azért van problémájuk az életben, azért lehet kevesebb egyetemi hallgató a jövőben, de az állam nem tudja finanszírozni, mert az egyetem ellopta a pénzüket. Körülbelül. Azért a korrupciós ügyeknek egy elég nagy halmaza az, amelyik felszínre került. Valószínűleg ennél sokkal nagyobb halmaza az, amelyik sose fog kiderülni. Nézd, a korrupciós ügyek, az igazi korrupciós ügyek még a szocialista kormány idején kerültek napfényre, jöttek napfényre. Mind akik ténylegesen korruptak voltak, az mind a szocialista kormány idején tartóztatták le őket, vagy indítottak pert ellenük. Új korrupciós ügyekről nincs szó. Most lényegében a nagy korrupciós ügyeket egyáltalán nem is érintik. Biztos vagy benne, magának igaza van, hogy vannak nagy korrupciós ügyek. De a nagy korrupciós ügyekben valószínűleg olyan sokan benne vannak, hogy azokat nem lehet elindítani. Azokat lehet elindítani, amik látszatlan korruptak, vagy picit korruptak, vagy egyszer csak hanyagok, vagy negligáltak valamit, vagy valami szabályt szedtek, ezeket elő lehet szedni, mert ezeket az Isten se védi. Vagy viszonylag kisebb összegről szólnak. Tehát, hogyha 70 milliót valakik elloptak, attól még a magyar gazdaság nem ment. De 70 milliárdot, uram, az más lapra tartozik. De ezt valószínűleg nagy valószínűséggel nem tudták volna egymás nélkül a nagy pártok megcsinálni. Hát valószínűleg nem tudták volna, és kézkezett most valami, nem akarok senkit vádolni, mert lehet, hogy vannak, akik teljesen ártatlanok ebben az ügyben. De mégis van egy network, ahogy mondanák, és a networkben támogatják egymást. Ennek következtében nagy disznóságok nagyon ritkán derül fény, és ezért helyettesítik ezekkel a kis biztonsági ügyekkel. De különben nem csak a jobb oldal, most a Fradi ellen is indítanak vizsgálatot. Ugye, hogy mit csináltak a pénzükkel az utolsó 15 évben. Hát ez tehát nem egyszerűen a baloldaliak, hát mindenütt keresik azokat a lehetőséget, hogy lehet, volt hanyagságra, vagy nem törődömségre a kriminalitás bélyegét sütni. Az filozofusok elleni támadás, az csak része egy nagyobb koncepciónak. Persze, része egy több nagy koncepciónak. Mert találkozással több nagy koncepció. Egyik a liberálisok elleni támadás, másik a régi kormány kriminalizálása, a harmadik a populista hangulatra való rájátszás, ugye a filozófia egy hasztalan dolog, kinek van a hasznabból, minden kocsmában filozofálnak, hogy ez is közrejátszik, megveti a közönség, kihalott már ilyet, ezeknek nem kell pénz, miért élnek a nemzet testén. Ugye zsidózás, aminek szintén szerepe volt ebben az egész történetben, halmazat volt. Nagyon sok dolognak, sokféle irányzatnak fele, nem mindegyiknek. Ugye nem csak a dékán szólalt fel ellene, hát még a magyar kulturális államtitkár
is felemelte a szavát, hogy azért ez így nem jó, és azért mégse ezzel kellene foglalkozni, ez a Szörcs Géza. Tehát vannak, akiknek ez nem tetszik. De ugye repül a nehézkő, ki tudja, hol áll meg, ki tudja, hol áll meg, kit hogyan talál meg. De a kultúrának szinte minden szintjén, színházak, a film, az iskolák, az egyetemek, mindenhol elindult egyfajta... Először is leváltak, mondjuk leváltották az opera főzeneigazgatóját, a főrendezőit, világhírű, nagyszerű embereket, leválták a kórházigazgatókat, leváltják a színházigazgatókat, tehát lényeg, leváltják az elitet, a kulturális elitet. Most ez nem a konzervatívoknak jó, azoknak megvan a helyük a magyar kultúrában, hanem a köpenyekforgatóknak. Ugye rengeteg köpenyekforgat mindig előnyal, ezt a kifejezést én találtam ki, már előre nyalnak, hogy mikor egy valaki bekerül a hatalma, már ott legyenek a hatalom központjában. Ez a népség volt, akiben így fejezem ki magam. Ezek azok, akik rájátszanak ezekre a hazugságokra, háromnegyed fél hazugságokra, torzításokra és mi egyebekre, mert ők ezzel sütik meg a gesztenyéjüket. Az ember, aki most esetleg valamilyen világnézeti vagy kvázi világnézeti elképzelés miatt tapsikol annak, hogy Magyarországon befogják a média pofáját, az holnap után maga kerülhet ennek a dolognak a csapdájába, mert éppen vele fog valami történni, vagy az anyjával, vagy a gyerekével, vagy a szomszédjával, akik rászorulnak majd arra, hogy az ország másik része, akikkel éppen ez nem történt, meg mik történnek ebben az országban, de nem lesz, aki közvetítse az ő problémáit. Tehát ez valami egészen elképesztő dolog, hogy az emberek annak örülnek, hogy aluluk kivágják a fát. Hát nézze, először ők a szélvédett helyen vannak, azoknak nincs mitől félniük, bár ők is félnek, mint ahogy maga mondja, mert ki tudja, mikor kerülnek ki a szélvédett helyek alól. De másosabban nincs is szükség. Magyarországon sajnos olyan rossz történelmi hagyományok, gyakorlatták be az emberek magatartását, hogy itt az embereknek nem kell médiatörvény ahhoz, hogy befogják a szájukat, és lehetőleg úgy beszéljenek, hogy az erősebb akarja, hogy beszéljenek. Mindig szolgáljuk a kormányokat, mindig kiszolgáljuk mindannyian. Többé, kevésbé gyávák vagyunk, vagy pedig nem is vagyunk gyávák, csak egyszerűen félünk, és okunk és jogunk van félni, de mindenképpen nagyon tipikus Magyarországra, hogy az uralkodó erőnek a szája íze szerint beszélnek, és öncenzúra van. Hát a Kádár korszakban még csak hivatalos cenzúra se volt. Hát mindenki öncenzúrázott. Mielőtt amit leírt, megnézte azt, hogy amit leírt, az tetszeni fog a főnökeinek. És ha nem tetszett volna a főnökeinek, inkább le se írta. Minden könyvkiadó, minden újságszerkesztő megnézte, hogy meddig mehet el, milyen cikket közölhet le az újságában, meddig fog tetszeni, és mikor fog nem tetszeni a hatalomnak, le se közölt azokat az írásokat, amelyek nem tetszettek volna a hatalomnak. Ez a megszokás Magyarországon, nincs szükség médiatörvényre, az emberek úgyis a hatalmat szolgálják. Ebből a szempontból akkor szükségünk van akár a Kurucinfóra is, hiszen ők bátran kiállnak a maguk igazáért. A Kurucinfóra nekem semmiképp sincs szükségem, és senkinek nem semmi mellett nem állnak ki. A Kurucinfo a szélső jobboldalnak a fóruma, a területe, a médium a Magyarországon. Lényegében ők igazán senkit se képviselnek, csak azt a nagyon pár ezer gyűlölködőt, igazi gyűlölködőt, akit jobb hiány fasisztának nevezünk, de nem egy jó név fasisztának nevez, mert a gonosz nem fasiszta, fasiszta közben rendes emberek is vannak. Ezek csak gyűlölködő gonoszok, úgyhogy politikai terminusokat nem is szeretnék rájuk használni, alkalmazni. Van egy cseppnyi derűlátás abban, ahogy ma Magyarországot látja? Hát nézem, mert meglátjuk. Hát egyre az első, a jelen pillanatról nem lehet hosszú távú ítéletet alkotni.
a politika olyasmi, tudja, itt sose lehet előre látni, mi történik a politikában, azt nem lehet soha előre látni. Például az, hogy mikor a Szovjetunió összeomlott, 2 évvel korábban ezt még senki se hitte volna el, senki se látta előre, senki se gondolhatta volna. Politikában rengeteg szerepen a véletlennek, egyedi eseteknek, személyiségeknek, úgy itt nagyon nehéz bármit előre látni. Gazdaságban inkább lehet, de közgazdasághoz én nem értek. Ugye én nem is bíráltam soha a kormánygazdaság intézkedéseit, pedig tudom, hogy mi rossz, mert így hallom, olvasom a sajtót, hallom a barátaimtól, de nem merészelek ebben véleményt, erről véleményt mondani, mert egyszerűen nincs meg a szakértelmem.